Hortik egun eguna Zemare do Lago pulela gavi Zera zara Pasez kampanjana Betzule do Komanu guapu be Deva guarda Tu fala americano, americano, americano Sienteme che ta fa fa Tu viva l'amore Ma se bevi whisky e soda Non siente disturba Tu avvalo rock and roll Tu gioca le bestie Ti si riporta un po' con me Sonia mia amica Szerintem gyönyörű. Szóval elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amennyiért igazából különleges ez a Group & Swing koncert ma este. Annál is inkább, mert hogy összekötöttük egy divat bemutatóval, de nem akármilyen divat bemutatóval. Megtehettem volna azt, hogy egyik kedvenc tervezőmet, Ágoston Stefit megkérem, és azt mondom neki, hogy mutassa be a ruháit, profi modellekkel, de nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy az igazi nőt mutassuk be, és az igazi nő mutassa be a ruhát, hogy az igazi nőtől lehessen igazi az a ruhát. Éppen ezért a baráti körben, illetve a zenekar környezetében lévő lányokat megkértük, családtagokat, barátokat, hogy vegyenek részt ezen az eseményen. Anyukák, háziasszonyok, üzletasszonyok, sorolhatnám tovább, fiatal, picik is tinédzserek, de mégis ettől egyik különleges, pont ugyanannyira, mint amennyire mindannyian azok vagyunk, mert hogy mi vagyunk az igazi nők. A lányok elfogadták a meghívást, természetesen nagyon izgulnak, hiszen nem profi modellek, úgyhogy természetesen tapsal kell majd őket biztatni. Rájuk fér, és nagyon örülni fognak neki, sőt, bármit szeretnének megkérni, hogy Bárhuncot nagyon szeretik a lányok a rövonalban. Elkérlek ide, és majd segíts a lányokat. Addig is elmondanám, hogy Ágoston Stefi 2004-ben álmodta meg azt, amit utána színpadra vitt, és azóta is töretlen sikerrel mutat be országszerte, sőt, külföldön is. A rockabilly közönség számára nem ismeretlen, de hál' Istennek egyre ismertebb. Éppen azért, mert hogy különlegessége az, hogy minden alkalommal egyénre szabja a ruháit, és nem csak testalkatra elvezetett a lányokkal, a vásárlókkal, pontosan tudja, hogy mi az, a ruhadarab, mi az a szín, mi az a kiegészítő, ami tökéletesen fogja tenni azt a ruhát és azt a hüvelyet. A ma este mellé pedig Faragó Kriszta is csatlakozott, a Glass Painting by Chris gyönyörű ékszereivel. Az ő különlegessége az, hogy tetováló tűvel készít képeket, gyönyörűek ettől egyik, és tehetsége ezen áttört, mert hogy arra gondolt, hogy ezeket átülteti ékszerekbe, és a nyakszerű is kiegészítőket készít majd. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Krisztának is, hogy itt van velünk, és hogy eljött, és hogy a lányokat felcsinosította a kiegészítőivel. Nagyszerű profi sminkeseink is voltak, fodrászunk, természetesen őket is megmutatjuk majd, de ne csigázzunk tovább, csapjunk bele DJ Ordiman, és nagy tapsot szeretnék a lányoknak! Az első lány, Papu Bea! Papu Pisti! Lányos kérem, különbséges vagy! Magad! Nagyon szép! Tessék, előre! Gyönyörű piros tükröket tehet a mai szakhez! Köszönjük, és nem úgy keresnek a lányok! Köszönjük, Beácska! Tünemény vagy! Nagy kedvencem, ma kihúzott a csávából, mert hogy egy helyen dolgozunk. Dr. Wolf Csilla, Csilló, aki megint nekem egy szerződést, mert én már nem bírtam. Kuzsa Csilla!
egészen elképesztő volt. Köszönjük szépen, Csillu! A második Csupa szín, Csupa sugárzás, Moros Kami, egy igazi rock'n'roll csaj. A cipőjére különben hívjuk a figyelmet, mert hogy tökéletesen kiegészíti ezt a nagyszerű ruhakörtemét, amit Pici megálmodott. 2015-ös modell, Darul is 2015-ös modell, gyönyörű vagy, Gabi, ami Angelina Jolie. Oh, a lendület nője, virág élmény. Ez az, na hát elmondom, hogy virág élmény a cipő szerelmese. Elképesztően gyönyörű cipője vannak. Még ez is. Nagyon szép, hogy mutatok tőlem a ruhádat. Tökéletes kékszerek a tökéletes ruhához, harmóniában a nő. Gyönyörű vagy, köszönjük szépen! A következő tavasz tűnőrünk Jelszivel, oda megyek érte, Kovács Júzi! Gyönyörűséges! Nagyon szépen a maja, ó, és micsoda ékszereiben a postában, az ékszerben ugyanolyan motívum, mint amilyen a ruháján. Krisz! Köszönjük szépen a bátorságot! Azért ez nem semmi lányol, tehát ugye ki kell jönni, meg kell mutatni a ruhát, le kell menni ezen a lépcsőn, ez egy rettenetlen nagy feladat. Nem tetszik ez a feladat, úgyhogy gyere szépen közelebb, hogy a következő modellünket is igazán ügyesen le tud segíteni. Egy kis zenét, ugye Dávid Anna virágot szeretnék a színpadra szólítani. Schmidt Wagner,
Erzsébet, a közös nevelő bufájban elolvastam, gyönyörű vagy. Esetleg egy táncmozdulat? Nem jön szavarba, úgy levegyek. Köszönjük szépen, Lizit, még mutasd meg magad még egyszer. Ez is egy 2015-ös modell. Köszönjük szépen. A piros jelentő. Prostitanú leérkezik a színpadra! Mondanám, hogy a szexi takarító, mert nem mondani, mert a másoknak nagyon magány, hogy kérlek szépen gondolj végig. Igen, nem kell állapítanom, hogy ezt a nadrágot sok mindenki bepróbálhatta volna, de kicsinált a legjobban, hogy ő dobta ezt a nadrágot. Nagyon szép vagy, köszönjük szépen! Hajtásra! Hát jön a mi Barbie babánk, a cukorlány, kis Kamilka! Énekesnő, fóla művész! És egy Barbie baba! Ez Kamilla bőrtünk, mosolyog, ahogy kell, ahogy szoktad! Nagyon szép a ruhád, a hajad és az ésszereid. Köszönjük szépen, kis Kamillát! És jöjjön! Péntek Csilla, két gyönyörű gyerek, ügyedes anyja! Egy igazi rákakint, péntek! Az esküvőre is pasziakon! Gyönyörű a ruhád, mint ahogy te! Menj és rász fel, mint utolsó modell! Ilyen lendülettel, Bálint segítségével végigvonultak, megmutatták ezeket a gyönyörű ruhákat. Azt mondom, hogy eljött a pillanat, hogy megtapsoljuk a tervezőt. Ágoston Stefit! Bocsánat, még egy pillanat. Jó, maradj kérlek, még ott mondandója van. Le kell tenni ezeket a papírokat, és le kell tenni a mikrofont, és egy ruha kimaradt, ami rajta van. Tehát következik az, nem Csilla volt az utolsó, következik. Nem jön mennyire addig a zsinór, következik az utolsó modell ma, aztán visszaadom neki a szót. Kérünk szépen zenét. Nem tudom. Mi Ajléka? És nem lett a nincs vágyik, hogy segítettem volna neki. Ez nem egy bőrből volt, de minden elegancia, minden női, lényeg, benne van. Csodálatos. Tehát Mi Ajlékát láthattuk, kicsi. Szerintem egy esélyünk van, de ezt a műsor elmondja, és akkor most visszadom, hogy lesz szó. Nagyon szépen köszönöm, erre nem készültem, ez nem volt megbeszélve, de nem haragszom. Szóval szeretném a tervezőt a színpadra szólítani. Ágoston Stefit! Valakon Krisztát! Lányok, gyönyörű volt ma, amit megálmodtatok, a színpadra hoztatok. Nagyon szépen köszönjük a közös munkát. Továbbá szeretném felhívni a színpadra azt a tünemét, aki a gyönyörű hajakat megálmodta, és egyedül megcsinálta az összes lánynak. Diamantiák! Alig húzom akárhány éves, de elképesztő tehetség. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük a két profis ményesünket, aki szeretném a színpadra szólítani. Sárki Vikit és Kiki Norris! Gyertek lányok, hajoljatok meg! Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok, hogy részesei voltatok ennek a csodálatos eseménynek, és hát természetesen hol vannak a mi modelleink? A nők, mi mindannyian gyertek mind a színpadra, gyertek, közös meghajlás, egy közös fotó. Nagyon szépen köszönjük! Szépen!